Sziasztok! Nagyon nagy öröm számomra, hogy itt állhatok előttetek. Saját házunknak a tervezése és kétkezű felépítése egy személyes történet. Egy csokorra való képet hoztam nektek, a fele amatőr, ilyen-olyan esetleges. Egy picit meginvitállak benneteket oda hozzánk vendégségbe vele, hogy lássátok, hogy honnan indultunk, mind mentünk keresztül, és hogy mi lett a végeredmény. Mindennek az oka, drága Eszterünkkel egybekeltünk, családot alapítottunk. Az édesanyám által építetett házikó volt a kiindulási alap. Ennek a fele állt rendelkezésükre, ahol így-úgy nagyon átgondolt keretek között el voltunk, de azért benne volt a levegőben, hogy én itt előbb-utóbb házat fogok építeni. Akkor még nem tudtam, hogy milyen építésjogi nehézségekkel kell majd szembenézni annak, aki fel akarja építeni a házát. Nem készültünk erre a prezentációra az elmúlt 3 évben, úgyhogy ilyen viszonylag esetleges képeket tudok nektek mutatni. Itt éppen zsaludeszkát hasznosítok újra, falburkolat lett belőle, itt a léceket vágom ketté. Köszönöm Tomi barátomnak, hogy segített, amikor a karom feladta már a főszigetelést vakolja éppen. Itt ehhez kapcsolódóan elmondok nektek egy titkot, hogyha könnyű szerkezetes házatok van és 20 centi hőszigetelés van benne, több évi adatra támaszkodva tudom mondani, hogy teljesen rentábilis az elektromos fűtés is. Hozzánk nincs bekötve a gáz, és minden áramról megy, és kifejezetten alacsony a rezsi, pedig a 20 centi az még nem is olyan sok. Tevékeny a család. Itt a teraszon még itt vannak oszlopok. Igen, hát az én méretemben nem árulnak munkásruhát. Kisfiam nagyon aktív volt sokáig. Itt látjátok a szerkezetkész házat, ezt a kivitelező cégemmel építettük fel végül a 4 hét alatt. Remek utcabáli helyszín volt, közben száradt a faanyag fél éven keresztül, amíg még pénzt spóroltunk a folytatásra. Itt a falrétegrendeket és a látszó földeket már végül egyedül csináltam végig. Itt már tudtunk hol lakni. Az utca népe gondolta, hogy na, az építész az itt lakik. Nagyon sokáig elhúzódtak átmeneti helyzetek, például a teraszon az üvegkorlát helyett így nézett ki a fakorlát, hogy a picik ne essenek le. Ezt a gerendát utólag gyógyítottuk be a terasz fölé, hogy ne kelljen oszlopokat nézni. Ez egy informatív kép nektek, hogy milyen szép ez, amikor dolgozza az ember, hogy látja benne a fantáziát. Itt a 660 hosszú teraszon éppen végérnek az előre leszabott lécek. Aztán ezt nagyon fegyelmezetten kell felszerelni. Itt már nagyon sok munkám benne volt, de még mindig nem volt látszatja. Ezzel a 3 képpel, ami most jön, tudom nektek prezentálni azt, hogy mi volt a kiindulási alap. És ez lett belőle. Hitelfelvétel helyett alternatívaként legolcsóbb anyagokban gondolkoztunk, és ebben a saját kivitelezésben. Úgyhogy ennek köszönhetően mégis nagyon jól jártunk, mert a bővítésnek összesen 8 millió forintba jött ki. A következő 1 percben viszont átadom a szót, fogadjátok szeretettel Bujnovszky Tamás képeit Bartók Béla zenéjével. Thank you.
Köszönöm szépen!